Az ország számos kórházától érkeztek szakemberek a nyíregyházi Józsa András Oktató Kórház onkológiai tömbjébe. A vendégek arról a különleges műtéti beavatkozásról tudhattak meg részleteket, amelyet már 10 éve alkalmaz Tóth Lajos Barna osztályvezető főorvos vezetésével a megyei kórház. Az eljárás olyan betegeknek nyújt reményt, lehetőséget az életre, akiket korábban gyógyíthatatlannak nyilvánítottak. Egy speciális műtéti technika, ami nem csak a petefészek rák kezelésében úttörő jelentőségű, hanem a hashártya átéteket okozó daganatos betegségek kezelésében. 10 éve operálunk ezzel a speciális technikával Magyarországon először Nyíregyházán betegeket, és most egy országos továbbképző konferencia keretében Magyarországon dolgozó nőgyógyászati onkológusok jönnek ide, és egy élő interaktív műtéti bemutatót tartunk, illetve nem is egyet, hanem mindjárt kettőt, sikerült megnyerni egy Angliában dolgozó magyar nőgyógyász kollégát, és szinkron 2 műtőben fogunk bemutatni ilyen műtéteket. Az elmúlt 10 évben 335 páciensnél alkalmazták a műtétet a Nyíregyházi Kórházban. Szűcs Attila főigazgató arról beszélt, a speciális eljárás egyben egy igazi mintaprogram az országban, aminek megvalósításához számos fejlesztés történt az intézményben. Ahhoz, hogy ez az intézményünkben megvalósulhasson, kellett Tóth Lajos Barna osztályvezető főorvos úr ambíciója, tudása, akarata, és természetesen szükség volt az akkori menedzsment támogatására, amely lehetővé tette, hogy megvalósítsuk a feltételrendszert, hiszen ezeknek a nagy kiterjedt beavatkozásoknak megfelelő feltételrendszer van, szükség van speciális gépekre, műszerekre, utána megvalósítottuk a beavatkozások finanszírozását, és immár elmondhatjuk, hogy 10 éve sikerrel zajlik ez a program, ez az országos program intézmény. A hasüregben kialakuló daganatok közül a petefészek rák a leggyakoribb. Magyarországon évente mintegy 1300 esetet diagnosztizálnak, 70%-ban előre haladott stádiumban. A több mint 4 órán át tartó műtétet ma már nem csak Nyíregyházán, hanem Budapest 2 kórházában is alkalmazzák.